A magyar kanizsai község területén július 17-én szerdán kerül majd sor a kiürült növényvédőszeres flakonok szervezett begyűjtésére. A Vajdasági Agrár Egyesületek Szövetsége már több éve megszervezi a különböző községekben a kiürült vegyszeres flakonok összegyűjtését, így Magyar Kanizsa községben július 17-én kerül sor erre. A helyszínek, tehát Horgos, Kispiac, Magyar Kanizsa, Tótfalú, Orom, ezen a reláción fog a kamion végigmenni, de ugyanakkor ezeken a helyszíneken már napokkal előtte is le lehet adni, tehát ha a gazda nem tud épp aznap jelen lenni, akkor van rá lehetősége, hogy zsákokba összegyűjtve már előző napokban leadja. Zsákokat lehet igényelni a falugazdászirodában, de bármilyen más zsák is megfelel erre a célra. A gazdák névre szóló elismervényt kapnak az átadott vegyszeres göngyölegről.